Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindenki elmen! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Ismét eltelt egy hét. De itt van velünk ismét hála égnek Széken János Püspök atya, hogy válaszoljon a kérdéseimre, és talán azokra a meg nem fogalmazott kérdésekre, amelyeket önök tennének föl. Az elmúlt hetekben, ha visszaemlékeznek rá, akkor a katolikus egyház katekizmusának a különböző pontjait kezdtük el sorra venni, azokat a témaköröket, amelyekről még az elmúlt bizony már öt év során, mert öt év körül ö, ö, folyik már a műsorunk. Ö, tehát ezeket a témaköröket próbáljuk meg ö, ö, megvizsgálni, ö, és a mai alkalommal folytatjuk a megkezdett témát. Ö, Püspök atya, a katekizmusnak a 85. pontja, és az utána következők, amikről most szeretnék a mai alkalommal kérdezni, ö, ez a a fejezet a tanítóhivatalról kezd el beszélni. Sokszor szótejtettünk már az elmúlt évekről ezt a ezt, 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 ezt szót már sokszor használtuk. Tanítóhivatal. De hogyan is definiálhatnánk ezt a fogalmat, és hogyan is definiálhatnánk a feladatát? Mert talán erről még így nagyon konkrétan nem beszéltünk. Beszélgettem viszont emberekkel, akik közül néhányan úgy gondolják, hogy hogy a pápa testesíti meg egy személyben a tanítóhivatalt mások megnevezték a hittani kongregációt, mint az egyház legközponti hittani szervezetét legalábbis hitani szinten. Vannak olyanok is, olyanok is akik egyházmegyei tekintetben a megyés püspököt, vagy mondjuk plébánai szinten a plébánost tekintik a tanítóhivatal képviselőinek. És vannak, akik pedig, mivel egy olyan helyen dolgozom, azért talán kézenfekvő, sokszor hallom ezt, hogy a teológiai tanárokat tartják a saját környezetükben a legnagyobb hitani tekintének. És ugyanakkor érdekes dolog, hogy azt is hallhatjuk, hogy, ezzel szemben azért egy-egy plébános teológust, sőt néha püspököt is figyelmeztetnek az egyházi feljavalói, hogy hát bizony hitbeli tévedést tanítanak, gondolok itt, hogy említsek egy konkrét esetet, három évtizeddel ezelőtt vagy valamivel korábban Dél-Amerikában kiindult az úgynevezett felszabadítás teológia, hát teológiája itt maga második János Pál pápa volt, aki, 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 közbe kellett, hogy lépjen és figyelmeztetni egyházi fő embereket is, hogy ez nem helyes teológiai felfogás. Nos, tehát a tanítóhivatal definíciója mellett beszélünk Arról is hogy egy átlagos hívő Hittani kérdésekben hogyan tekintsen az említett személyekre is. Nagy örömmel köszöntöm én is a kedves hallgatókat! Hadd ö, oszlassak el mindjárt egy félreértést, ami talán a kifejezésből eredhet, hogy tanító hivatal, Ez nyilván nem egy ö, épületet jelent, tehát mint egy nem tudom adó adóhivatal vagy egyéb nem is egyszerűen az egyháznak egy ilyen szervezeti egysége, vagy intézménye, hanem mindenek előtt a tanítási tevékenység. A latin megfelelő ennek magisztérium, tehát maga az a küldetés, hogy az egyház tanítson. Illetőleg ennek a, a gyökere eredete pedig az, hogy Krisztusban az Úr Isten kinyilatkoztatta magát, ő, amit tanítunk, ő az örök ige, akiben Isten önmagát feltárta a világ előtt. Az a hit fogalmazódik meg az egyházi tanító hivatalnak a létében, hogy az egyház nem csak egy emberi közösség, hanem valóban a szent lélek vezeti. Ahogy Pálapostól mondja, az egyház Krisztus teste, mert az ő lelke él bennünk. Ezért hitelesek és ö, mindig hatékonyak az egyház szentségei, függetlenül a kiszolgáltatónak az esetleges gyöngeségétől mert ezekben maga a Szentlélek, maga Krisztus cselekszik. És ugyanígy ezért van az, hogy az egyházi tanítás rendkívüli esetekben mindig tévedhetetlen. Tehát van az egyháznak olyan fajta tanítói tevékenysége, amikor biztos, hogy a Szentlélek vezeti és nem engedi eltévedni. Ahogy ezt Jézus ígérte is, azt mondta, hogy a Szentlélek elvezett titeket a teljes igazságra, megtanít mindenre, eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek. Timóteusnak írt levelében, Pál apostol ezért mondja, hogy ez egyház az igazság oszlopa. De például ez az említett kijelentés Jézustól, ez csak az apostolok, mert úgy az apostolok felé hangzott el, ez csak az apostolok és apostol utódokat érinti rájuk érvényes, vagy, vagy általában véve? A második... Mennyire tág a kör? Bocsánat, akkor én így kérdezem. Második vatikáni zsinat ezt három szinten fogalmazza meg. Tehát, hogy mikor közvetíti az egyház Krisztus tanítását biztosan tévedhetetlenül. Ezt három szinten fogalmazza meg a Lumen gentium, pontosan az egyházról szóló dogmatikus konstitúció. Meglepő módon az első az egyszerűen az Isten népe. Vagyis az egyházunk azt tanítja, hogy ha a kereszténység, vagyis az egyház, a katolikus egyháznak a tagjai a világon mindenütt egyöntetően valamit hisznek, az biztos, hogy tévedhetetlen. Tehát a Szentlélek nem engedi, hogy az egyház egész eltévedjen, vagyis nem kell hozzá sem püspök, sem pápa, hanem egészen egyszerűen, ha a keresztény nép valamit egyöntetően hisz, abban a Szentlélek az Isten népét vezeti. Egy második szintje a püspöki szint, akik, mint apostol utódok, a tanítás funkcióját különlegesen is gyakorolják. Szintén, a zsinat azt tanítja, a másik vatikáni zsinat, hogy ha minden püspök a világon valamit egyöntetűen tanít. Ez lehet rendkívüli esetben a zsinat, amikor egy ünnepélyes, különleges összejövetel során valamit meghatároznak. De megint csak lehet rendes formában, ha egyszerűen ugyanazt vallja, hiszi minden püspök a világon, akkor megint csak a Szentlélek... Nem engedi, hogy ez eltévedjen. Tehát tévedhetetlen. És a, a legrendkívüli besete az a pápa egy személyben, nyilván gyakorlatilag egységben a, a püspöki karra, de önmagában is kimondhat, mint Péter utóda az egész egyházra nézve kötelező és tévedhetetlen tanítás. Tehát ez a három szint, a keresztény nép, a püspökök, és rendkívüli esetben a pápa a tanító hivatalnak főként a két fölsőbb szintet szoktuk nevezni, tehát a pápát, illetőleg a püspököket. Két fajtáját különböztetjük meg, a rendkívüli, ami jelenti a zsinatokat és a pápa ex katedra, vagyis nagyon ritkán megtörténő megnyilatkozásait, amikor mint az egyház fejek kötelező érvényű tanítást hirdet ki. Legutóbbi ilyen Szent II. János Pál pápa Életében volt a nők papás szentelése kapcsán. Illető ennek a kérdése kapcsán, amikor ezt ő a teljesen egyöntetű egyházi hagyomány és evangéliumi gyökerek alapján elutasította. De van ennek a tanító hivatalnak egy rendes ö, megnyilatkozása is, ahogy említettem, ha a világon minden püspök valamiben egyetért, ez is tévedhetetlen ez úgynevezik, hogy egyetemes tanítóhivatal, tehát a rendes tanítóhivatal, ha nincs se zsinat, se pápai megnyilatkozás, de egyetemes, akkor szintén tévedhetetlen. A rendes tanítóhivatalnak azonban van olyan változata, ami nem ilyen egyetemes, hanem például pápai enciklikák, amik nem ex kijelentések, hanem egyszerű pápai tekintély, tehát fontos pápai tanítások, de mégsem ezen a ezen a rangon vagy szinten hangzanak el, nem mint az egyház feje kötelező tanításként, vagy püspökkari körlevelek, dokumentumok, irányelvek, vagy akár a szentszék bizonyos kongregációinak dokumentumai. Ezek tartoznak tehát a rendes tanítóhivatalnak, a nem egyetemes, hanem ezt így szoknák hívni, hogy autentikus vagy hiteles megnyilatkozásai, ezek nem feltétlen tévedhetetlenek. Tehát ezekben van egyfajta fejlődés. És néha vannak benne kisebb tévedések is, ami utólag aztán az egyház tisztáz. Tehát Van a tanító hivatalnak egy ilyen formája is, amelyiket püspökök, pápai euh, dikasztériumok vagy vagy kongregációk, vagy akár maga a pápa egy-egy egy enciklikában közread, de ez lehetséges, hogy bizonyos pontokon tökölet, tökéletesítésre szorul. Ezeket is a hívőnek, úgy nevezzük, hogy vallásos engedelmességgel kell fogadni. A kánonjogi jogi kódexünk ezt így hívja, hogy obsequium religiózum, tehát vallásos tisztelet vagy engedelmesség. Azt jelenti, hogy tanulékony lélekkel, nyitottan, odafigyelve hallgatja ezt a katolikus hívő ember. Nem köteles feltétlenül elfogadni. Tehát nem, nem azt mondja az egyházunk, hogy hittel, mint a kinyilatkoztatott igazságot, vagy a tévedhetetlen tanítást, hanem csak tisztelettel. És itt van lehetőség esetleg az egyet nem értésnek. Teológus esetében van lehetősége annak is, hogy ő gondolkodjon, akár ellenérveket gyűjtsön, vitázzon. Tehát van egyfajta szabadság ezen a téren. Amikor tehát az egyszerű hívő azt kérdezi, hogy én mire figyeljek, amikor a tanítóhivatal Tanítására akarok figyelni, akkor elsősorban az egyházunk nem azt mondja, hogy XY plébánosra, uh -huh. vagy XY teológusra. Még az se, hogy XY egyedi püspökre, hanem mindenek azt mondja, hogy a zsinatokra, a pápának az ex döntéseire, illetőleg mind, minden olyan megnyilatkozására az egyháznak, ami teljesen egyetemes, például a liturgia az, hogy mit jelent Jézusnak a tanítása, amikor azt mondja, hogy ez az én testem, az gyönyörűen kiolvassuk mondjuk egy mádásból, vagy Akvinói Szent Tamásnak az úrnapi himnuszaiból. Tehát ez is az egyház egyetemes hite, amit mindenütt vallunk és gyakorlunk. Vagy a szentek élete, amit szintén elfogadott az egész egyház. Az, hogy mit jelent a, az evangéliumi szegénység, elég ránézni Szent Ferenc életére, és tudjuk, tehát a tanító tanítóhivatal ezt jelenti, hogy a Szentlélek benne él az egyházban, és amit az egyház egyetemesen hit, hisz, azt téveszthetetlenül megőrzi ez a tanító tanítóhivatal, és közvetíti a számunkra. Igen, hogy említetted a Szent Lelket Busbuk, ez viszont azért nagyon sok uh, problémát felvetett az évszázadok során. Uh, a katekizmus elsősorban ennek kapcsán beszél egy uh, egyfelől egy természet fölötti hitérzékről, erre majd ki, hogy ez, 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 mit jelenthet a uh, katolikus ember életében, uh, és ez szerint, és itt most próbálom a katekizmust idézni, a Krisztus hívők megkapták a kenetet a Szentlélektől, aki tanítja és bevezeti őket a teljes igazságba. Tehát itt ugye nem a tanító tanítóhivatalnak a két említett előbb felső rendűnek ítélt kategóriájáról van szó, hanem itt minden Krisztus hívőre állítja ezt a katekizmus, és idézi is János Apostol első leveléből az egyik részt, amelyiket én kikerestem, mert csak utal rá, azt mondja, hogy nincs szükségetek rá, hogy bárki is tanítson benneteket, hiszen a fiú kenete megtanít benneteket mindenre. No, ezzel azt hiszem, hogy nagyon a, a, közepébe vágunk egy, egy darásfészek témának. A protestáns keresztények szerint ugyanis ezért nincsen szükség semmiféle tanító hivatalra, mert ugye a Szentlélek mindenkinek megadhatja, hogy magyarázza az írásokat. És például hadd mondjam el, hogy az én ismerősi környezetemben, családos környezetben nagyon természetes, és akár az én családomban is, hogy családapaként én leülöm, és igen, magyarázom az írásokat gyerekeim kérdéseire, feleségem kérdéseire, és és ez, ez olyan természetesnek tűnik. Tehát ez egy elterjedt dolog. Ugyanakkor hogyan ezt egyeztethetjük mindössz, mindezt össze, mondjuk a János levél állításával, és az egyháznak a tanító hivatalról vallott szerepével? És akkor ne feledkezzünk el, amit az elején mondtam, hogy a természet fölötti hitérzék mit is jelent a katekizmus értelmezése szerint. Induljunk egyből innen, tehát a, a teljes isten népe, a teljes egyház rendelkezik, ezzel a természet fölötti hitérzékkel. Ez ugyanazt jelenti, mint amit az előbb ö, már említettünk, hogy a, a tévedhetetlenség megjelenik nem csak a püspök és a pápa ö, szintjén, hanem az egyszerű hívő ember szintjén is. Tehát az egész világon a keresztény nép valamit egyöntetően hisz, az biztos, hogy tévedhetetlen. A Szentlélek nem engedi, hogy eltévedjen, vezeti az egyházát. Hadd mondjak erre példát, hogy a természet fölötti hitérzék hogyan jelenik meg az egyház történetében. Az ókori bűnbánati gyakorlat, ami abból állt, hogy aki súlyosan vétett, az gyakorlatilag kikerült a, a keresztény közösségnek a legbelsőbb köréből, tehát nyilván szentségekhez nem járulhatott, sőt a liturgia második felén ott sem lehetett és ha vissza akar térni, nyilvánosan kellett jelentkeznie a püspöknél, ott egyeztették a penitenciát és a konkrét teendőit, vagy esetleg a lelki vezetője, papja, aki közel volt hozzá, tehát nem egy nyilvános gyónásról volt szó, de az, hogy ő bűnbánó, ezt mindenki tudta. És utána hosszasan vezekelnie kellett. És végül általában nagy csütörtökön történt a nagyon ünnepélyes drámai, gyönyörű szép visszafogadása. Ez a fajta gyakorlat az ókornak a vége felé kezd kiveszni. Mert ezt a nyilvános bűnbánati folyamatot legtöbben már nem vállalták. És gyakorlatilag egy-két évszázadig ez egy nagy kérdés is, hogy hogyan menjen tovább a bűnbánat. Tehát egyre inkább érezték, hogy nagyon nagy szükség lenne rá. Egyre több olyan keresztény volt, aki ott volt a liturgián, de nem, nem áldozott, mert tudta, hogy méltatlan rá, és születik egy teljesen új bűnbánati forma, amit mind a mai napig ismerünk, a főgyónás. Tehát, hogy az egyszerű hívő személyesen egy paphoz, a lelkivezetőjéhez megy, ott vallja meg a bűneit, ott ö, mutatja ki az őszinte bűnbánatát, a, a szándékát arra, hogy az életét megújítsa, és ott kapja meg a föloldozást is. Ez a fajta gyakorlat alapvetően alulról jött. Tehát egyrészt kolostorokból, ahol szerzetesek ezt alapból élték, az apáttal egy nagyon bensőséges kapcsolata volt a szerzetesnek, és a lelki küzdelmeit, botlásait neki föltárta. Egy idő után egy nagyon hasonló alakul ki a hittérítő szerzetes és a helybeli lakosság között. Pont a szerzetesi mentalitásból fakad, hogy ezt a lehetőséget fölajánlották a híveknek, és lassanként így születik meg a személyes gyónás. Fölismeri a, a hívő nép, hogy a bűnbánatnak egy talán még mélyebb ö, titka rejtőzik Krisztus szándékában, ami talán még az ókorban nem is jelent meg ilyen szinten ebben a nyilvános közösségi bűnbánati gyakorlatban, Eleinte a püspökök ezzel ellen tiltakoztak, tehát a személyes főgyónás ellen sokáig, egy, egy 100-200 évig egy nagy vita volt. Erről is lassan fogadták el. Tehát az érdekes módon egy alulról jövő, a népnek a hitérzékéből születő, de abszolút pozitív és e, mindmáig élő gyakorlattá vált. Ez hosszú téma lesz akkor, mert már is egy újabb gondolat jutott eszembe. Ez ugye a alulról jövő kezdeményezés évén egyfajta kollektív jellegű természet hitérzéket jelent, és ez, ez, valahol logikus is egyébként, hogy működik. De mi van a személyek, vagy, vagy kapnak-e a magánszemélyek is esetleg ilyen természet fölötti hitérzéket? Olyan értelemben nem, hogy egyes emberre állítanánk azt, hogy őt mondjuk a Szentlélek vezetés és abszolút biztosan... Mert ugye hogy... a protestánsok általában ezt tanítják, vagy ezt vallják, nem tudom mennyire megfogalmazva, de valahogy ezt sugalják ők, amikor mondjuk az írásokat magyarázva azt mondják, hogy bárki képes erre a Szentlélek által. A katolikus egyház alapmeggyőződése az, hogy az egész hívő nép együtt, együtt kapja meg ezt a hitérzéket. Tehát nyilván nem XY ember. Az, aki tévedhetetlenné válik, és sajnos ennek millió negatív példáját is ismerjük, akár a különböző üzenetek és, és egyebek világa, ahol nagyon könnyen csúszunk a, a túlzások és, és nem hiteles dolgok felé. Az egész egyház együtt kapja ezt a szent lélektől jövő vezetést. Egy nagyon hasonló példa például a, az újszövetségi kánon kialakulása, amikor az egyház azt is figyelte, hogy az egyes könyveket a különböző egyházi közösségekben hol használják a liturgiában. És ebben is annak a jelét látta, hogy a Szentlélek vezeti az egyházat. Tehát ha látták azt, hogy Egyiptomban is, Rómában is, Aténben, nem tudom, sokfelé olvassák, nem tudom, Pálapostól leveleit, vagy a Péter levelet, akkor ebből azt sejtették, hogy a Szentlélek, sok közösségnek a hitérzéke által fölismerte, megmutatta, hogy ez sugalmazott mű. A kánon fölismerésében egy ugyanilyen alulról jövő hitérzék is megjelenik. Nagyon sokáig a szenti avatások így mentek, tehát nem volt ennek hivatalos egyházi ö, eljárás eljárásmódja, hanem a nép szinte közfelkiáltással ismerte föl a szentet. A legutolsó ilyen néri szent fülöp, volt, akit még elfogadtak ilyen közfelkilátással, fölismert szentként. Vagy az eukarisztia tisztelete, például az úrnapjának az ünnepe valahogy így születik, Lütihi, Szent Julianna, aki kap ilyen üzenetet, és elmondja a lelkivezetőjének, aztán egyre magasabb Rjut el az egyházban, és fölismerik ebben a Szent Léleknek a vezetését. De akkor ez végül is mégis csak egy személy által kezdődött. Igen. El. Tehát van a súgysága, igen. az egy személyi természet fölötti hitérzéknek is valahol. De nyilván egy... ehhez kell az, hogy utána fölismerik a, a többi hívő ember illetőleg a tanítóhivatalnak a képviselő is ebben a hiteles Istentől jövő szándékot vagy tanítást. Az, hogy a családapa a családjában a Bibliát olvassa, magyarázza, abszolút helyén való. Tehát nagyon-nagyon jó, és nagyon bátorítanék is erre minden családapát, meg minden családot. A, az édesapa a család papja. Tehát nagyon fontos, hogy a hitet ne csak az édesanyja adja át meg a nagymama, hanem a férfitől, a fértől, az édesapától is jöjjön. Szent második János Pál pápának az édesapja például ilyen volt. Tudjuk, hogy az ő édesanyjuk nagyon hamar meghalt, és az édesapa például otthon bibliát olvasott a két fiának, ami akkoriban még egy száz évvel ezelőtt abszolút ritkaság volt. De ők fontosnak érezték, hogy ne csak rózsafüzért mondjanak, vagy esti imát mondjanak, hanem az Isten szavát hallhassa ez a két fiú. Vagy Brenner János vértanúnak az édesapja, ő szintén ilyen volt, minden olyan könyvet, amit a három fiának ajánlott, azt először ő elolvasta. És ha látta, hogy jó, akkor hitelesen és erősen ajánlotta neki. És nem véletlen, hogy mind a három fiú pap lett. Tehát ez is egy ilyen nagyszerű édesapai euh, példa, amit Brenner János édesapja életében látunk. Egyébként én édesapám is sokféle módon ezt gyakorolta. A karácsonykor mindig ő volt, aki az evangéliumot felolvasta. Vagy az ünnepélyes imádságunkat kezdte. Egy rövid ideig próbálta is a két bátyámat hittarra tanítani otthon, tehát abban az időben még nehezebb volt a hittancsoportokra eljutni, meg elég kevés ilyen lehetőség volt. Ő ezt próbálta pótolni családi körben. Tehát akkor ezzel nincsen probléma. Lépjünk akkor tovább, de maradjunk azért még a Szentírásnál természetesen, a Szentírás magyarázatánál. A katekizmus harmadik cikkeje tanít erről, és ennek a cikkenek a bevezető pontjai arról tesznek tanulságot, ugye, hogy a Biblia könyveinek Isten a szerzője, hát ezt ugye tudjuk, hiszük minnyáján, vagyis Isten a Biblia által szól az emberiséghez. Az elmúlt években azonban többször is volt alkalma más vallású emberekkel beszélgetni erről, és sinte mindig szóba kerültek ennek kapcsán az ő szent könyveik és írásaik. Talán valamikor a műsor legkezdetén azért erről már beszéltünk egy öt évvel ezelőtt, de ezek az emberek megismétlem, amit akarom mondani, mindig megkérdezték, hogy ha ők elfogadják, hogy a Biblia részei, vagy egyes részei természet fölötti tanításokat tartalmaznak, na mert ő mondjuk nagyon, nagyon toleránsak, akkor mi miért nem fogadjuk el részben, hogy mondjuk a taoizmus, a sintoizmus, vagy a hindu szent irat, vagy nem tudom, bármelyik, tartalmazhatnak isteni tanítást. Hiszen, és akkor amire szoktak ők hivatkozni, hogy a bőjt, a szegénység vállalása, a nemi önmegtartóztatás például, az életnek a védelme, jótékonykodás, ezek náluk is jelen vannak, és ezekben a szentíratokban gyökereznek. És miért ne, származhatna, miért ne sugalmazhatta volna Isten számukra is ezeket a tanításokat? Hadd tegyem ezt is egy kicsit tágabb összefüggésbe. Sokan azt mondják, hogy olyanok a vallások, mint egyetlen hegyre fölvezető sokféle út. Mindegy, hogy melyiken megyünk, ugyanoda jutunk. Lehet, hogy az egyik út kicsit egyenesebb, másik kanyargósabb, de alapvetően mindegyik ugyanahoz az Istenhez vezet. És valamilyen értelemben talán ezt, ezt igaznak is gondolhatnánk, hiszen valóban annak ellenére, sokféle nevet adnak a vallások az Istennek, Zeus, Gott vagy, vagy Allah, nyilvánvaló, hogy ugyanarról a személyről van szó, szóval mindegyik vallás őt próbálja keresni és szolgálni. A kereszténység alapfelfogása a vallásokról nem ez. Tehát nem azt gondoljuk, hogy a vallás lényege ez, hogy próbálunk egy hegyre fölmászni. A kereszténység alap meggyőződése az, hogy soha az ember a maga erejéből nem tud az Istenig följutni, mert ő más létszinten van, mint mi. Hanem, ha ő valóban föl akarja magát tárni, ezt a, a szakadékot, ezt a távolságot csak ő tudja áthidalni. A történelem lényege nem annyira az, hogy mi keressük az Istent, hanem hogy ő keres minket. Leszállott a mennyből, ahogy imádkozzuk a, a hitvallásban, nem annyira mi mászunk föl erre a hegyre, hanem Isten az, aki közénk lép. És hogyan közeledik Isten? Nem olyan módon, mint egy személytelen erő, mint a napfénye, ami mindenhova egyformán süt. A buddhista vallásban is egy kicsit, az iszlámban is egy kicsit, és a kereszténységben is. Az Úristen személy, amit nagyon logikus is föltételezni, ha a mindenségben vannak ilyen létezők, mint az ember. Akinek van gondolata, tud szeretni, tud dönteni, van szabadsága, öntudata, akkor nagyon logikus föltételezni, hogy akiből az egész világ mindenség, és mi magunk is származunk, ő sem lehet nálunk tökéletlenebb. Vagyis ez a fajta tökéletlens, tökéletesség, ami a személy voltunkban: ott van az öntudat, az akarat, a szabadság, ez megvan a létforrásában, a Teremtőben is. Az Isten személy. És ez tényleg így van, az azt jelenti, hogy ő személyesen közeledik. Nem olyan, érte, nem olyan módon, mint ahogy a napsugarai jönnek, hanem ahogy egy személy egy személyel találkozik. Abszolút konkrét módon, a tér és az idő konkrét pontjain. A kereszténység ebben hisz, hogy Isten személyes módon közeledett. Belépett a történelembe. Ennek egy teljesen egyedi, megismételhetetlen, fölülmúlhatatlan módja valósult meg a profétákban Ábrahámtól kezdve, és aztán az idők teljességében Krisztusban. Nyilvánvaló, a többi vallásokban is jelen van a kegyelem. Tehát nem azt állítja a kereszténység, hogy az Úristen ne, ne lenne jelen mindenütt és ne lehetne ő rá rátalálni, vagy őt, őt keresni más módokon is. A többi vallásokban is van kegyelem. Az ige magvaiból valamicske jelen van ott is, csak minőségileg más módon. Tehát teljesen más az, amikor a személyes Isten közeledik, önmagát föltárja, és teljesen más, amikor csak az ereje, a kegyelme, a segítsége valamilyen módon megjelenik egy vallásban. Ahogy gyökeresen más Krisztus, mint Mohamed, vagy Buddha, vagy Konfucius, Mert benne maga az élő Isten testet öltött. Nem lehet őt egy lapra tenni, Mohameddel vagy Buthával. Éppen így a Bibliát sem lehet egy lapra tenni, a Bagavad Gitával, vagy akármi mással, mert a személyes Isten közeledése van mögötte. Tehát nem tagadjuk azt, hogy a kegyelem működhet, de minőségileg más az, amikre a személyes Isten lép be a történelembe. És ezért a, az egyháza liturgiájába soha Biblián kívül más könyvet nem hozott be és nem olvasott föl, mert tudja, hogy a kettő között lényegi különbség van. Hadd ragadjam meg az alkalmat, és hadd említsem meg, hogy a napokban fog megjelenni a Szent István Társulatnál Hitkapuja címmel Székely János Püspök atyának a, a, könyve, ahol ezt csak azért mondom, mert ezt a témát is kifejti benne Püspök úr, és még sok-sok ilyen alapvető témát, amelyek nagyon erőteljes válaszokat adnak azokra a hitkételjekre vagy kérdésekre, amelyeket bárki feltehet nekünk az utcán is, hogyha szembe jön velünk. Tehát javaslom, hogy tessék a Szent István Mondjuk csütörtöktől kezdve. No, de térjünk vissza a katekizmushoz, és maradjunk azért a szentírásnál, mert egy nagyon-nagyon érdekes alfejezet címet olvashatunk a 115. pont előtt, és ez pedig így szól, hogy a szentírás többféle értelme. Ezt nem én parafrezáltam, ez szó szerint így szerepel a katalékeizmusban. Katal erről eszembe jut azért egy gyakran emlegetett közhely, mert szerint a, a Bibliából az égvilágon mindent be lehet bizonyítani, de mindennek akár az ellenkezőjét is. Mit gondoljunk akkor erről a dologról, Püspök úr, hogy, tehát, hogy a szentírás többféle értelme? Először is a, a Biblia értelmének a megközelítésében nagyon fontos segítség a szerző szándéka. Tehát az emberi szerző, aki a Szentlélek sugallatára leírja az Isten üzenetet, ő mit akart kifejezni? Ezt próbáljuk tudományos módon is megközelíteni. Tehát a korabeli szóhasználat, kultúra, hasonlatok, az ismert irodalmi források esetleg, vagy a korabeli... Mítoszok, legendák, stb. segítségével megvilágítjuk azt, mondjuk, hogy Izajás próféta idejében egy adott fogalom mit jelentett, mit akart ő ezzel kifejezni. Esetleg kivel vitázott, kivel szemben fogalmaz meg valamit. Vagyis a, az alapszintje a Biblia jelentésének az, amit a szerző szándékolt. Ezt így is hívjuk, hogy intenció auctoris, a szerző szándéka. És ezt nagyon fontos alaposan, tudományos euh, igényességgel megközelíteni. Azonban az egyház meg van arról győződve, hogy a Biblia nem csak ennyit jelent. Mert nem csak emberi szerzője van, hanem valóban a szent lélek sugalmazására írnak az emberi szerzők, ami azt jelenti, hogy amit Izajás próféta leírt, például amikor azt írja, pontosabban Deutero a babiloni fogságban, hogy nem volt szép semékes a fájdalmak férfia volt, aki tudta, mi a szenvedés. Hogy ez pontosan mit is jelent, ezt ő teljes mértékben nem tudta fölfogni. Tehát hiába kutatom én ki a szerző szándékát, a bibliai szöveg valós jelentése ezen túl megy. Ezt úgy hívjuk, hogy szenzus plénior, teljesebb értelem, amit már tudományos alapon nem is tudunk megközelíteni tehát hiába kutatom én az összes nyelvészeti meg irodalmi hátteret, az kevés ahhoz, hogy ezt a, a magasabb szintű jelentést megfogalmazzam. Hogyan tudom ezt a magasabb jelentést mégiscsak objektív módon megfogalmazni? Egyrészt olyan módon, hogy a, a teljes kánomba, tehát az egész biblia szövegkörnyezetébe beillesztem az adott bibliai helyet. Például Jobb könyvének a magyarázatához elemi értelemben szükséges Jézus keresztjére tekinteni. Hogy mit jelent Jobb szenvedése és mi arra a válasz, az csak a húsvét titkának a fényében tudom megadni. Tehát Jobb könyvének a jelentéséhez nagyon fontos a teljes Bibliát látni és a húsvét fényében olvasni ezt a könyvet. Illetve még tágabb értelemben a teljes egyházi hagyomány fényében amelyben szintén ugyanaz a Szentlélek szól, és fejti ki a kinyilatkoztatás értelmét, aki sugalta a Szentírást. Tehát ez a két mód, ahogyan ezt a teljesebb értelmet megközelíthetjük, az egész kánon, a teljes Biblia, illetve az egyházi hagyomány összefüggésébe tenni. A középkorban a Bibliának ezt a kettős értelmét, tehát, hogy van egy szerző által szándékolt megértett, és van egy mélyebb, ezt kicsit bonyolultabban fogalmazták meg, és a katekizmus itt erre utal, amikor azt mondja, hogy a Biblia több értelme. A középkorban négy értelmet különböztettek meg, tulajdonképpen az első a szerző szándéka szerinti, úgynevezett történeti szöveg szerinti értelem, a másik három a lelkibb, vagy a mélyebb a, a Szentlélektől sugalt, vagy a szerző szándékán túl mutató jelentés. Erre egy kis versike is született a középkorban, amelyik a négy értelmet megfogalmazza. Azt mondja, littera gesta docet. A betű szerinti értelem az elmondja az eseményeket. Vagyis ez a történeti jelentés, a szó szerinti. Quid credas allegoria, hogy mit higgy, azt az allegórikus értelem, vagyis van ennek egy dogmatikus, egy hitre vonatkozó jelentése. Moralis quid ágász Az erkölcsi, a morális értelem az, hogy mit tegyél. És quotendas anagogia, hogy merre törekedj, azt az anagógikus, most úgy mondanánk, hogy a, az eszkatológikus jelentése a Bibliának. Például ez a szó, hogy Jeruzsálem, a középkori értelmezés szerint négy szinten értelmezendő. Az első a történeti város, Izrael népének a fővárosa. A második a hit értelmében az egyház, az Isten népe, az Isten városa. A harmadik az erkölcsi értelemben a lélek, az a város, akiben Isten lakik. És a negyedik, az eszkatológikus értelemben a mennyei Jeruzsálem, a beteljesedés. Tehát egyetlen szónak is van ez a négy dimenziója. És a középkorban a kommentárok igen gyakran egy mondat esetében is négy szinten próbálták értelmezni. Tehát történeti, dogmatikai, erkölcsi és eszkatológikus. Azonban ez kicsikét túl ö, komplikáltá teszi a helyzetet, sokkal helyesebb inkább csak erre ö, összpontosítanunk, hogy van egy szerző által szándékolt, tudatos, akart jelentés és van egy ennél mélyebb a Szent Szentlélek által adott és csak a teljes kinyilatkoztatás fényében kibontható üzenet abszolút nem értek egyet ezzel a mondattal amit szoktak így kicsit viccesen mondani a Bibliából bármi bizonyítható és az ellenkezője is ugyanis ha ezt komoly alapossággal hitelesen végezzük a szerző szándékának a földerítését tudományos módon a, a szövegkörnyezetből, a történeti helyzetből, plusz a, a teljes Biblia és a hagyomány fényében, akkor abszolút egy irányba mutat az egész kinyilatkoztatás nyilvánvalóan Krisztusra. Tehát nem igaz az, hogy bármit ki lehet a Bibliából hozni, akkor nyilván, hogyha komolytalanul, és mind a, a hitbeli szempontokkal, mind a tudományos szempontokkal mit sem törődve, Magyaráz valaki! Azért minden esetre ez a, az elmúlt három perc rávilágította a kiinduló kérdésünkről, hogy miért van szükség a tanítóhivatalra. Hát igen, szóval azért, aki aki ezt képzettség nélkül, vagy pedig csak egymaga saját kis fejével megpróbálja mindezt kibontani és rendbetenni, nem biztos, sőt biztos, hogy nem fog neki sikerülni. Van még egy, időnk egy kérdésnek a föltételére megvászolása is talál. A katekizmus ebben a részében hangsúlyozza az ó és az új a, az egységét, a harmóniát, az összetartozását. Jézus azonban, szokták ezt idézni, azt mondja a János evangéliumban az apostolokról, amikor imádkozik az utolsó vacsorán, hogy mindent tudtulattam nekik, amit atyámtól hallottam. Na most... Ha ezt keresztényként elfogadjuk, akkor felmerülhet bennünk, és már az első században egyébként fel is sütötte a fejét egy ilyen eretnek ségeretnek mozgalom, hogy hát miért van szükség az Ószövetségre. Pár éve ez, egyébként beszéltünk már erről, de most a katekizmus kapcsán azt hiszem, mivel nem szűnt meg ez a vélemény, azért válaszoljunk még egyszer. Sokan ugye kérdezik, hogy miért kell a Szentmisékel Ószövetségi részleteket is felolvasni. Mi, mi a válaszunk erre, Püspök Katya? Valóban ősi idők óta kísérti az egyházat ez a tévtanítás, mintha az Ószövetség egyenesen ellentétes lenne az úja, vagy legalábbis leválasztható lenne róla. Megjelenik ez például Márkion tanításában, második század első felében Rómában, aki egy ilyen művet is ír, hogy antitézisek, ahol szembeállítja az Ószövetség egyes mondatait vagy történeteit az új szövetséggel, és azt mondja, hogy az új szövetségben egy kegyetlen, bosszú álló, stb. istenség jelenik meg, az új szövetségben meg az irgalmas atya. A kettő nem összeegyeztethető. Az egyház homlok egyenest ellenkező módon gondolkodott mindig is. Az új szövetségnek azok a részei, ahol megjelennek az új szövetséggel nem egyeztethető elemek vagy tökéletlenségek, ezek azt mutatják, hogy a Biblia emberi mű is. Benne van az emberi gyöngeség, a végesség, korlátozottság. Lassan bontakozik a kinyilatkoztatás. A teljes igazság Krisztusban tárul föl, tehát Krisztus fényében kell olvasni az Ószövetséget kezdettől fogva. De egyáltalán nem azt jelenti, ezek az itt-ott megjelenő különbözőségek, hogy az Ó és Új Szövetség között valami fajta ellentét volna, sőt, a kettő elválaszthatatlanul összetartozik. Az Úristen, amikor közeledik a világhoz, akkor ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat. Kicsit talán ahhoz hasonló, hogy egy repülőgép közeledik a repülőtérre, lassanként landol, lassan közeledik a Földhöz. Az Úristen is, amikor a fiát el akarja küldeni, elő kell készíteni a helyet. És ezt teszi Ábrahámtól kezdve, hogy megértse az emberiség, mit jelent az, hogy van személyes Isten, aki kapcsolatba lép velünk, szövetséget köt, vannak törvényei, ígéretet tesz, mindenek előtt önmagát ö, akarja ajándékozni az embernek, megígérő, hogy elküldi a messiást. Tehát elő kellett készíteni a helyet. Itt szoktam ezt fogalmazni, hogy bölcsőt kellett készíteni a messiásnak. Az Ószövetség erről szól. Ahhoz, hogy lehessenek apostolok, akik értik Jézust, lehessen a szűzanya, aki tudja, hogy Gábor angyal mit is akar neki üzenni, hogy ő erre igen tudjon mondani, legyen Szent József, legyenek a pásztorok. Ehhez kellett Mózes, kellett Ábrahám, kellettek a proféták. Nem érthetjük meg Jézust az Ószövetség nélkül. Ott kezdi az Úristen készíteni a talajt. Ahogy Szent István királyt nem tudjuk megérteni Géza fejedelem nélkül, Szent Adalbert nélkül, Szent Gellért nélkül, vagy akár Krisztus nélkül, tehát az ő gyökérzete nélkül. Ez még inkább igaz Krisztusra. Az, hogy mit jelent, amikor azt mondja, hogy íme, vagy illetve rá azt mondják, hogy íme az Isten báránya. Mi az, hogy ő a világ bűneiért áldozza magát a kereszten? Mit jelent a bűnért való áldozat? Mi az, hogy húsvét, szabadítás? Tehát ezekhez nyilván kell ismerni a teljes előkészítő folyamatot. Jézus azt mondja, hogy Mózes én rólam írt. Azt mondja, Ábrahám látta az én napomat, és újjongott. Tehát teljes egységben látja az ószövetséget önmagával. Minden ő rá mutatott. A kereszténység meggyőződése ez, hogy az az Isten, aki teremtette a világot, és aki utána elkezd szólni a proféták által, ugyan ő, aki az egyszülött fiát küldi a világba. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda érte. A két szövetség tehát elválaszthatatlan. Ahogy Szent Jérő most mondja, hogy a, az új szövetség el van rejtve az óban, az ószövetség pedig föltárul az újban. És ugyancsak az, ő mondja azt, hogy a, az Ószövetség és tágabban a Biblia nem ismerése, az Krisztus nem ismerése. De érdekes egyébként, hát hiszen az evangéliumokban szintén ez az elrejtettség is feltárulkozás nyilvánul, meg számtalan alkalommal mondjuk vegyük Máté evangéliumot, ahol, ahol, ahol nem tudom pontosan hány szermet, hogy így teljesedett be az írás, vagy ez azért történt, hogy az írás beteljesedjék, de egyébként, ja is idézi is ugye az Ószövetségi megfelelő részt, de említhetném Pálapostól leveleit is, ahol lépte, nyomon találkozunk ószövetség. Utalásokkal. Tehát hogyha most hirtelen eh, valaki teljesen kivenni a kereszténységből az Ószövetséget, fogalom sincs, hogy mihez, mit, mit tudnánk csinálni. Hát ezeket az utalásokat mind nem értenénk akkor. Tehát azért azt hiszem, hogy ez egy elég buta vélekedés, már elnézést, hogy ilyen karakteresen eh, foglalok állást élő műsorban, hogyha valaki ilyet állít. Sőt, hát maga Krisztus a názáreti zsinagógában fölolvassa... Az izajási jövendőlést, az Úr lelke rajtam, őkent föl engem, elküldött, hogy öröm hírt vigyek a szegényeknek, és azt mondja, hogy ma beteljesedett az írás a hallatára. Tehát ő mindig is így értelmezte magát, mint az Ószövetségi Kinyilatkoztatásnak a beteljesedése. Köszönöm szépen, kedves hallgatóink, ez volt tehát a hitkapujának a mai műsora. Sok szó bennünk maradt, de jövő héten is hallhatnak majd bennünket ugyanebben az időben. Búcsúznak a műsor vezetői, Székely János, Püspök atya és kindelman győző. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, Amen!